Mai utolsó beszélgetésünk a ma este 7 órakor induló Verzió Dokumentumfilm Fesztiválról szól. Vendégeink Oksana Szarkaszova, fesztiváligazgató, és Takács Mária, szervező. Köszöntjük Önöket. Jó reggelt, szervezők. És milyen jó, hogy évféltől lesznek a korlátozások? Azt beszéltük, igen, most az időzítés, a szünetben, hogy meg lehet nyitni a fesztivált. Hogy nyílik? Az utolsó lehetséges napon vagy estén. Igen, mi már eleve úgy terveztünk a fesztivál, hogy online lesz. Ez egy nagyon rendhagyó év, és rendhagyó fesztivál is ebből a szempontból, de ma este még Trafóban tudunk elindítani egy élő performanccel, SFH diákokkal, és egy nagyon erős és aktuális filmet fogunk utána vetíteni, 76 nap, ami az első 3 hónap wuhani járványi helyzetről szól, ami szerintem most még mindig nagyon-nagyon aktuális. Online fesztivál, tehát ki a következő 12 napon online tekintheti meg, szabott időpontokba kötött, vagy pedig bármikor lehet streamelni ezeket a filmeket? Ez egy nagy kísérlet nekünk. A verzió.org platformon 12 napon keresztül lehet 50 filmet megnézni, nagyon nagy a választék, 39 országból érkező filmeket fogunk vetíteni, úgyhogy nem egy fix időpontban lehet nézni a filmeket, hanem ott lehet regisztrálni egy fiókot. Verzió.org-on lehet kinyitni a saját oldalt, és akkor ott nem egy fix időpontban, hanem akkor, amikor akarja. De vásárolj jegyet, mint hogyha egy moziba menne, csak bármikor megnézheti, 12 napon belül, ugye? Igen, november 10 és 22 között, bármelyik időponton, és nem csak fizetős filmek vannak, hanem ingyen filmek is. Az egész magyar verseny az ingyen, és a diák és debüt verseny ingyen is. Dokumentumfilmekről révén szó nem annyira szabott a másfél-két órás megszokott nagyfilmes időtartam. Milyen időtartamú filmek? Csak mire készülnek a nézők? Ezek főleg teljes estés filmek, de vannak rövidek is természetesen, főleg a diák és debüt versenyben, úgyhogy nem a hossza lényeg, de nagyon sok teljes estés film van, és teljes estés élmény is. Tehát ezeket a filmeket kreatív dokumentumfilmeket nevezünk, ezek mozikban való, nekünk persze nagyon hiányoznak a mozik, de úgy hiszünk, hogy ezzel az online interaktív platformmal tudunk beszélgetéseket is indítani, és egyfajta közönséget is felépíteni. És hát milyen jó, hogy így szervezték eredetileg, és nem kell most mindent lemondani itt a szigorítások miatt. Ugye Oksana említette, hogy 39 országból jönnek filmek. Hogy válogattak, Mária? Ki válogatott? Hogy néz ennek a háttérmunkája, vagy az előmunkája ki? Hát van egy legalább 10 fős zsűri. Van zsűri, aki külön a diákfilmeket bírálják fölül, vagy nézik meg. Jó nagy merítésből kellett válogatni. Én például az antropocén szekcióban válogattam, tehát ezek a kortárs, zöld és társadalmi kérdések, amik előkerültek. Elég nehéz volt egyébként válogatni. Amit viszont én csináltam, és ami viszont fix időponthoz kötött, ezek a kerekasztal beszélgetések, amiknek két szempontja van. Egyrészt, hogy legyenek aktuálisak, tehát előkerül a belorusz kérdés, előkerül a sajtószabadság, előkerül a rasszizmus, a menekült kérdés, a részvételi filmezés, például amit most az SFH-ek csinálnak, vagy 2 éve csináltak a CEU-sok, és próbáltunk ide olyan vendégeket meghívni, külföldi és magyar vendégeket, akik belülről tudják ezeket elmesélni. Tehát például a belarusz kerekasztalban 2 olyan belarusz résztvevője lesz a beszélgetésnek, amit egyébként egy mércés újságíró vezet, akik tényleg ott voltak ezekben a folyamatokban, és belülről tudják ezeket elmondani. És vagy valósulnak meg a kerekasztal beszélgetések, azok is nyilván online. Köszönöm a kérdést. A kerekasztal, olyan sok film van, és olyan sok kerekasztal beszélgetés, hogy ezeknek egy részét előre rögzítettük, illetve lesz, ami tulajdonképpen kitaláltunk egy műsorsávot, minden este 8-kor be lehet kapcsolódni ugye a platformjainkon, a weboldalon és a Facebook oldalon, és ezeket online élőben, tehát ezek élő közvetítések lesznek, élőben lehet nézni, és föl lehet tenni kérdéseket az alkotóknak, ugye a rendezők is velünk lesznek, a beszélgető partnereknek, ugye akik jellemzően szakértők, kérdéseket lehet feltenni, és egyébként pedig, amikor nem online vagy élőben zajlik valami, akkor lehet külön úgynevezett dialóg rendszerben egy ilyen videós üzenetet küldeni a rendezőnek, és megkérdezni a nap bármely pontján, hogy az adott filmben mit miért csinált. Hol tekinteti meg, hogy lehet hozzáférni a történésekhez? Tehát az online streamen milyen, van valami cím ennek, vagy verzió? Igen, ez a verzió.org platformon fog zajlani, és akkor a verziónak van egy saját Facebook oldalá, és akkor ott is fogunk vetíteni, de nem csak Facebookhoz kötünk, hanem a verzió.org-on mindent lehet követni. És a filmek is
van egy jó pont is a rosszban, hogy a filmeket Magyarországon bárhonnan lehet megnézni. Tehát most már nem konkrét helyszínekhez kötünk a kitéseket, hanem nem kell utazni Pestre, vagy Pécsre, vagy bárhova, de Magyarországon belül, sőt vannak magyar filmek, ami külföldről is elérhető lesznek. Uh-huh. Azt akartam kérdezni, mert nagyon-nagyon rövid időnk van, hogy mi mozgatja most, milyen témák leginkább, milyen filmek érkeztek a dokumentumfilmeseket a világban? Hát ugye Wuhanról nyilván a járvány az egyik, mik vannak még, mik a legjellemzőbbek? Próbáltunk a sajtószabadságra koncentrálni, ugye ami a magyar helyzetben is aktuális kérdés, például a Telex újságírója, a Direkt 36 újságírója is velünk lesz ezen a beszélgetésen. A zöld kérdések, tehát klímapolitika és környezetvédelem, találkozni fognak aktivisták és politikusok, tehát hogy lehet ezt a kettőt, az alulról induló mozgalmakat összehozni a politikusokkal, hogy lehet az érdekeket érvényesíteni. Még vannak kísérleti filmeket is, tehát a Világképtár című szekcióban vannak olyan filmek, amit az archívumi anyagokat dolgozzak föl, és akkor kreatív módon újra mesélik a történeteket az archívumi anyagokon keresztül. Hát köszönjük szépen, november 10 és 22-e között akkor Verzió Filmfesztivál, és akkor verzió.org. Köszönjük szépen. Köszönjük, hogy eljöttek. Köszönjük.